Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a konyhámban ismét. Ma is nagyon finomat készítettem, szeretném ezt a recept ötletet is megosztani veletek. Nem mondom el most konkrétan, hogy hogyan készítettem magát a ragút. Egyszer már csináltam egy hasonlót, csak akkor bolonyai ragú volt benne. Most annyi a különbség, hogy mexikói csilis bab. Na most itt láthatjátok, mert alulra is tettem, tehát kicsit úgy próbáltam rétegezni, mintha lazanyát készítenék. Tehát alul is van egy réteg mexikói csilisbab, ezek pedig tortilla lapok, be van szépen göngyölve a töltelék, rá van téve 6 darab volt, ide is 3, ezeket már fölvágtam azért ilyenek. Egyet kiszedtem magamnak, meg egy kis tölteléket az aljáról, mert ugye belül is van töltelék. Ez a kettő, ez majd a páromé lesz, ezen meg majd a lányomék osztoznak. Úgyhogy hát mi nagyon laktató, úgyhogy mi szerintem eszünk Barbikával egyet-egyet, még az is sok lesz, fiúk meg kettőt-kettőt. És maradt még mexikói csilisbab ragum, azt majd holnap fogjuk külön, valószínű készítek mellé rist, és akkor úgy lesz megedve, de most ilyen tortillákba göngyöltem, és ugyanúgy csináltam, mint amikor múltkor, csak akkor bolonyai ragúval volt, ugyanígy betekertem, az aljára is került ragú, és a tetejére látjátok azt a szép fehér krémet, nagyon finom, bechamel mártás, vagy öntet, vagy minek mondják, szósz, bechamel szósz, bocsánat, hát végül is mindegy, ott lehet látni, ott egy kicsit most eldőlt, mert olyan hülyén raktam. És tehát magyarul a batyúban is van mexikói csilisbab, jó, kellemesen csípős, majd a fiú biztos még megcsilizik, de nekünk így jó a lányommal. Van benne természetesen darált marhahús, kukorica, ez a brősbab, kaliforniai pap, meg hát a isteni finom paradicsomos szószban, ebben van minden, zöld fűszer is, ugye fokhagyma, fekete bors, babérlevél, hát mindenféle. És hát a legeslegfontosabb nyilván a csili, hiszen jó, nem nagyon erős, de azért csípős, enyhén csípős, úgy mondom. Úgyhogy ezek mind kerültek szépen ebbe az isteni raguba, amit majd holnap rizssel leszünk. Most pedig megtöltöttem, mert volt még itthon 6 darab tortillalapom, ez pont belefér ebbe az eldobható tepsibe. Úgyhogy szépen megtöltögettem, alulra raktam a ragut, fölraktam rá ezeket a batyukat, jó isteni finom besamellel meglocsoltam, mert került rá reszelt mozzarella, összesütöttem, és nagyon-nagyon finom, krémes, laktató, hogy ma ezzel jól is fogunk lakni. Hát ez az én ötletem, hogy így is el lett készülni, mint egy hamis lazanya, csak nem most nem bolonyaival van, hanem mexikói ragúval, hiszen a lazanyát is lehet ugye többféleképpen, vegetariánus módon is akár, nem csak ezzel a bolonyai megszokott bolonyai ragúval, valamint a lényeg az, hogy tök mindegy, ugye szokták mondani hamus lazanya, hogy más tésztával készül. Én azt mondom, a lényeg az legyen, hogy azért legyen egyfajta rétegezés, meg a bechamel, az nem maradjon el, az krémesíti az egészet. Na, úgyhogy ez az egyik kis ötletem számotokra, és készítettem még isteni finom eper turmixot, még van ám csak bent hűl a hűtőbe, úgyhogy ez lesz hozzá, meg nézzét, olyan finom eprünk van, ez most nagyon-nagyon finom, nagyon jó kifogtuk, úgyhogy ezt is lehet majd utána csemegézni. Most éppen kisütött egyébként a nap, de megmondom őszintén, itt nálunk 14 fok van, és eléggé hűvöske. Hát nem, meleg van, de fúj a szél, hát ez a szokásos, néha egy kicsit hűvösnek érzed, néha melegnek érzed, de hál' Istennek most nem olyan párás, úgyhogy el lehet. Én azt mondom, kellemes, ez igazi kis, mert nem esik az eső, igazi kellemes sétáló idő, úgyhogy nagyon sajnálok laktiteket ott abban a borzasztó kánikulában. Esküszöm, hogy most élvezem, hogy itt éjszakon vagyunk, mert nagyon kellemes tényleg, tehát nincsen, hál' Istennek ez a folytó hőség, úgyhogy el lehet így könnyen viselni. Na, hát fogadjátok szeretettel tőlem akkor ezt a videót is. Szeretettel szívből ajánlom nektek, készítsétek el, nagyon megéri, nagyon finom.
Onnan tudom, hogy nagyon finom, mert már csináltam egyszer, csak mondom, akkor bolonyai ragúval, úgyhogy mitől lenne ez is rossz, amikor maga a mexikói csilisbab is isteni benne, tehát ezt el nem lehet rontani. Úgyhogy mindenkinek csupa szépet, jót kívánok, és főleg kitartást a nagy kánikulához. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!